Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Először is megtekintjük azt, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Itt a hold látható. Az jelentheti az anyukáját, vagy az anyai érzelmeket. A hold utal az éjszakára is, az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre, és itt látható ez a madár, a gólya, és a gólya utal változásokra. Mivel a gólya szimbolizálja egy kisbabának a születését, és a holdnál anyai érzelmekről van szó, lehet, hogy van nála ez az elképzelés, és szeretne kisbabát, szeretne családot alapítani, például veled, ha te egy hölgy vagy. És most megtekintjük azt, hogy hogyan érzi magát. Tulajdonképpen minden rendben van nála, hiszen a csillagok megjelennek itt, és a csillagok szerencsét hoznak. Megvan a bizalom, tudja ő, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Itt láthatóak az utak, ez jelenthet egy találkozást, hiszen találkozni akar veled. Az utak azt jelentik, amikor a sors utak kereszteződnek. Persze ez lehet egy fontos döntés is, amikor elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. És a gólya jelenti a változásokat. Valamit szeretne változtatni, sőt, a hold is jelenthet változásokat, hiszen a hold is változik újra és újra, már teli hold, új hold, növekvő vagy csökkenő. Tehát mindkét kártya jelenthet változásokat, ugyanúgy, mint itt az utak, hogy döntések lesznek, lesz egy új irány. Ez lehet egy költözködés, lehet munkahelyi változás, lehet, hogy valami változik kettőtök között a párkapcsolatban. És mit fog tenni? Ez a hamisság, amit a róka jelent, ez lehet egy negatív gondolat, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. Vagy lehetnek negatív érzelmek, bizonytalanságok, félelmek, vagy féltékenység. Ezzel a kulccsal ő leszárja ezeket a negatív dolgokat. Persze, ez a ravasz róka lehet egy ravasz személy is, vagy a te környezetedben, vagy az ő környezetében. Egy hamis személy, aki hazudik, vagy becsapta őt. Ezt a kapcsolatot is szeretné itt lezárni. Amit a kulcs még jelent veled kapcsolatban, hogy kinyílik itt egy új ajtó, ezek lehetnek a lehetőségek, és itt vannak a változások. Mi fűz össze benneteket? Hát ez tulajdonképpen egy szakításra utal. De én nem úgy érzem, hogy veled akar szakítani, hanem az is lehet, hogy volt egy párkapcsolata, vagy még házasságban él. Ez a nő a gyermekeknek az anyukája, de ő most döntéseket hoz, elköltözik, változik a helyzet, hiszen ez a hölgy egy hamis személy, és itt látható a szakítás, kilép ebből a kapcsolatból. Lehet, hogy oda akar költözni hozzád, és arra vár, hogy odaad ezt a kulcsot, hogy tulajdonképpen az ajtó nyitva legyen, jöhessen hozzád. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.